Üdvözlöm, kedves barátaim! Szegénység elleni küzdelem napja az lesz október 17-én, és ez nagyon jó, hogy az emberiség igyekszik érzékeny lenni másokra, akiknek kevesebb van, ami a norma, mondhatjuk így. Ez egy fontos pont, mert amikor mi érzékenyek vagyunk másokra, és próbálunk nekik segíteni, érzünk belőle egy késztetést, ez nem messze már attól, hogy legyen szeretettünk. Mert szeretet, ez az érzékenység. És így gyakorolni egy nagyon-nagyon jó módszer segíteni másoknak. Természetesen a védikus írások azt mondják, hogy az a személy, akinek nem rendelkezik Isten iránti szeretettel, prema dana vina vyarta daridra dzsivanam, az igazán szegény. De valamikor szegény, akinek nincs mit enni, nincsen ruhája, ez is egy szegénység. Ezért egyensúlyba fontos segíteni, és valamikor a testi segítség elsősorban kell, hogy legyen. Meg kell etetni, kell adni ruhát. Amikor ember jól lakott, és nincsen hideg, nem fázik, akkor már tud befogadni a lelki szeretetről tudást. Így lehet kombinálni. Krisna tudatú hívők természetesen ilyenkor is segítenek, nem csak könyvekkel, hanem ilyenkor ruhát osztanak. Magyarország több városban, Budapest, Szeged, Eger, Debrecen, más városokban is ruhát, ennivalót, forró ételt, ami igazából megszentelt, és az ember rögtön lelki segítséget is kap, és természetesen sok könyvet is igyekszünk osztani. Hogyha ti szeretnétek csatlakozni, akkor lehet akár személyesen jönni, vagy leírásba találjatok információt, hogyha akarjátok részt venni és támogatni akár adománnyal, akkor írjátok oda, és majd megoldjuk. De fontos az, hogy ahogy tudjunk, ezen a napon segítünk. Fogjuk össze, menjünk saját módszerrel, saját egyedi szinten, egyedi valakinek van már eleve ilyen családok, ismerősök, akkor segítsük. Köszönjük szépen, ne menjünk a szenvedő lelkek mellett úgy, hogy nem veszünk őket észre, és nem érzékeljünk azok nehézségüket, főleg amikor már nincs is olyan jó meleg idő. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok ebben a misszióban, Hare Krishna!